Önálló pszichiátriai könyvek, egyetemi jegyzetek, több száz kongresszusi előadás és 43 év gyógyító munka Nagykállóban. Ez mind Bánki M. Csaba pszichiáter életéhez tartozik, a szaktekintély egyik kutatási területe az öngyilkosság. Az elért eredményekre, statisztikai változásokra is büszke Bánki M. Csaba. 910 és 990 között Magyarország hajóhosszal világelső volt öngyilkosságban, Grönlandot leszámítva. Vezettük a listát. 48 ember ölte meg magát 100 ezer lakosra számítva évente. Ma 20 alatt van ez a szám. Még mindig magas, persze az lenne jó, ha nulla lenne, de hát több mint 60%-kal csökkent ez a szám. Egy kicsit azt gondolom, talán nem beképzeltjék, hogy ez a szakmánk pszichiátria érdeme is. A világ nem lett annyival kedvesebb, aranyosabb, könnyebb az utóbbi években, hogy azért lett volna az embereknek nagyobb életkedve. Azt hiszem azért, mert meggyógyítjuk a depressziójukat, a szorongásukat, a különböző pszichés problémáikat sokkal jobban, sokkal hatékonyabban, mint 40 évvel ezelőtt. A pszichiáter 70. születésnapja alkalmából tartott tudományos ülésen az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója is szólt. Németh Attila kiemelte, az egyik legnagyobb társadalmi kár okozója a depresszió. Depressziót majdnem minden hetedik ember átél életében, ami egy jól diagnosztizálható pszichiátriai betegség, és nem csak a rossz hangulat, hanem az örömérzés elvesztése, az érdeklődés elvesztése, a fő tünet. Ez bizony azt jelenti, hogy több mint 10%, 15% esik át egy ilyen depressziós perióduson. Aktuálisan a lakosságnak a 2%-a szenved depresszióban. A főigazgató hozzátette, a depresszió igen súlyos betegség, hiszen sokan ideiglenesen vagy tartósan munkaképtelenek miatta.